Szeretettel köszöntöm a hitélet nézőit. Jézus azt tanítja, hogy ha egyel a legkisebbek közül jót teszünk, vele tesszük a jót. Sok módja van ennek a jótevésnek, de bizonyára az egyik legkonkrétabb az, ha olyan emberek mellé állunk segítőként, akik a társadalom szélére szorultak, és saját erejükből nem tudnak onnan szabadulni. Ilyen társadalomtól elzárt közösségekben végzi tevékenységét az Élia Egyesület, akik 13 éve Nagyszeben környékén levő falvakban, Holcmányban, Szászújfaluban, Márpódon, Nohrigban és Nagyszebenben nyújtanak segítséget több mint 300 gyereknek és családjaiknak. A gyerekekért dolgozók között 4 fiatal önkéntest ismertünk meg, akik Ausztriából és Németországból jöttek, hogy egy időre önkéntesként részt vegyenek ebben a szociális munkában. Mai műsorunkban velük és az általuk végzett önkéntes munka szépségével, embert formáló erejével, fontosságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk! Ich wollte nach der Schule nicht direkt mit der Universität starten, also mir war klar, dass ich später studieren möchte. Az érettségi után nem szerettem volna azonnal egyetemre menni. Vágytam egy olyan időszakra, amikor más élményekben van részem, amikor nem tanulok, hanem valami mással foglalkozom. Habár itt nagyon sokat tanultam, de olyan dolgokat, amiket az iskolában vagy az egyetemen sohasem kaptam volna meg. 10 éves koromtól az otthoni gyülekezetbe jártam. Ott találkoztam először szociális munkával. Ott volt alkalmam először sok különböző emberrel kapcsolatba kerülni. Ott éreztem meg annak az örömét, hogy jó gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozni, nekik segítséget nyújtani. 2 évvel ezelőtt egy nyári szünetben egy hónapig egy óvodában önkénteskedtem, és megerősödött bennem az az érzés, hogy örömet jelent számomra olyan gyerekek között lenni, mint akikkel most is foglalkozom, játszani velük, tanítani őket. Ezért választottam ezt a lehetőséget is, mert tudtam, hogy kisgyerekekkel fogok foglalkozni, ami örömöt jelent számomra. Das war eben auch ein Grund, warum ich mich beworben habe, weil das einfach für mich gut passt. Az érettségi után nem voltam biztos abban, hogy milyen területen akarok tovább tanulni, és amíg letisztázódik bennem az irány, amit követni szeretnék, eljöttem Romániába önkéntesnek az Élia Szociális Egyesülethez. Már korábban szerettem volna valamilyen szociális munkát végezni, és ezért választottam ezt a helyet. Nagyon örülök annak, hogy erre rátaláltam. Sok ajándékot kaptam ettől a munkától, és ha újra kellene kezdenem, biztos, hogy ugyanígy döntenék. Bin hier, weil ich von der Schule her muss ich ein Praktikum machen, ein soziales Praktikum. In Ostdeutschland bin ich. Az iskolában, ahol tanulok, minden évben 2 hetes önkéntes gyakorlatot teljesítünk. 2 évvel ezelőtt is voltak itt diáktársaink. Most rajtunk volt a sor Benedikt barátommal, hogy ide jöjjünk. Fontosnak tartom, hogy olyan korú diákok, mint én, szociális munkát végezzenek olyanok között, akiknek erre szükségük van. A szociális munka sokat segít a személyiségfejlődésünkben. Ennek fontos szerepe van az iskolánk szabályzatában. Meg vagyok győződve, hogy mindenkinek jót tesz, ha bekapcsolódik a szociális munkába. Ja, das ist einfach eine wichtige Entwicklungsstufe, glaube ich, wenn man sozial sich einbringt. Also erstmal jetzt konkret hier, weil von unserer Schule gibt's jedes Jahr. Először vagyok Romániában, de korábban is részt vettem önkéntesként társaimmal szociális munkában. A tavaly például Libanonban voltunk 2 hétig, ahol hátrányos helyzetű embereknek nyújtottunk segítséget. Nagyon fontosnak tartom, hogy megtapasztaljam, más emberek hogyan élnek, és ne csak az én saját buborékomban éljek. Ez jó alkalom arra, hogy sok tapasztalatot gyűjtsek. Egy jezsuita kollégiumból jövök, ahol nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a nevelésünkben arra, hogy megtanítsák, hogy a másik emberért tennünk kell valamit. Ezért tartják fontosnak, hogy évente legalább 2 hétig szociális munkát végezzünk. Eher darauf geleitet auf zum Beispiel solche sozialen Projekte, als jetzt, wenn man nicht an so einer Schule ist. Az önkéntesek egy igen nehéz feladattal kezdték a szolgálatukat, hiszen egy más országból kerültek ide.
Számukra a nyelv és az itteni kultúra is teljesen ismeretlen volt. Über Rumänien habe ich noch nicht so viel gewusst, muss ich sagen. Darüber haben wir auch in der Schule irgendwie nie so viel. Korábban nem sokat tudtam Romániáról. Az iskolában csak nagyon keveset, vagy inkább semmit nem tanultunk erről az országról. Itt létem során részben megismerhettem az itteni világot, a nehézségeket, amivel itt az emberek küzdenek. Az Éliá Egyesületről sem hallottam korábban. Amikor azt kerestem, hogy hol vállaljak önkéntességet, sok szervezet tevékenységéről olvastam. Így kerültem kapcsolatba ezzel a szervezettel. War am Anfang schon sehr schwierig, weil ich eben fast kein Rumänisch gekonnt habe. Ich habe bevor kezdetben nagyon nehéz volt, mert nem tudtam románul. Ideérkezésem előtt tanultam egy keveset, de csak néhány szót tudtam. Segítségemre volt az, hogy az iskolában francia nyelvet tanultam, aminek hasonló a hangzása, de mégis más. Az is segített, hogy volt egy lány a közösségben, aki tanított. A mi atyánkat és a zsoltárokat olvastuk, amiket a reggeli imánál mondtunk, ezek bizonyára hasznosak voltak. Tárgyaknak a román megfelelőjét tanította nekem, elismételtem, de 10 perc után már nem emlékeztem rá. Ami igazán segítségemre volt, az az, hogy a gyerekek csak románul tudnak. Sem németül, sem angolul nem beszélt senki. A mindennapi munka során sokat hallottam a nyelvet, ennek köszönhetően viszonylag hamar megtanultam románul. Das wiederholen und wiederholen und wiederholen, bis man es dann endlich checkt, was sie eigentlich meinen. Da kann man die wichtigsten Phrasen kann man dann relativ schnell. Ich glaube, der Einstieg ist immer ein bisschen schwer, weil man nicht ganz weiß, was man macht. Kezdetben mindig nehéz, amíg megismerem, hogy mit és hogyan kell tennem. Itt például a kommunikációs nehézségeknek a feloldása jelentette kihívást. Időre volt szükségem, amíg ráéreztem arra, hogy hogyan tudom ezt feloldani. Viszonylag hamar felismertem azokat a szavakat, amelyek hasonlítanak valamely általam ismert szóhoz. Hamar megtaláltam azt a jelrendszert, amellyel a gyerekekkel kommunikálni tudtam. Ezt követően már ráéreztem arra, hogy mit és miként kell tennem. Kezdetben a nyelv jelentett nehézséget. Nem tudtam 100%-osan kommunikálni, de napról napra javult ez a helyzet, és a tevékenységben is egyre jobban örömet leltem. A gyerekek viselkedése picit másabb, mint Ausztriában. Ezt is meg kellett tanulni kezelni. De nem találom ezt olyan nagy problémának, hogy ne tudnánk megoldani. A kezdeti nehézségeken túljutva hamar megtalálták a helyüket az itteni tevékenységekben, és hasznossá tudták tenni magukat. Ich und meine Mitvolontärin, wir stehen eben in der Früh auf und richten dann das Frühstück her. Und eben dann gehen wir gemeinsam zum Morgengebet und Az önkéntes társammal korán reggel előkészítjük a reggelit. 7:30-tól kezdődik a reggeli közösségi ima, ami minden napnak a része. Ezt követően közösen reggelizünk. 8:30-kor elmegyek az oktatási központba, ahol kitakarítjuk, lefertőtlenítjük a termeket és az eszközöket, amelyeket használunk. 10 óra körül érkeznek az első gyerekek, akik aznap nem mentek óvodába vagy iskolába, mert betegek. Ennek nem örülünk, mert a többi gyereket is megfertőzhetik, de még mindig jobb így, mint hogy otthon maradjanak. 12-kor jönnek meg a gyerekek az óvodából, ebédig beszélgetünk, puzzlezünk, 13 órától közösen megyünk ebédelni. Ebéd után igyekszünk lefektetni a kisebbeket, amit ők természetesen nem mindig akarnak, de jót tesz nekik a pihenés. Délután rajzolunk, mesét olvasunk, játszunk. Ha az időjárás megengedi, kimegyünk az udvarra is játszani. 16:30-ig maradnak a gyerekek, 17:00-kor fejeződik be a tevékenység a központban, utána hazamegyünk, ahol közös délutáni esti programjaink vannak. 18:00-tól misén veszünk részt, ezt követően
jellegűen közösen vacsorázunk, majd szabad program van, amikor asztali focizunk, olvasunk, beszélgetünk. Fühlen wir, wie wir gerade Lust haben. Im Sommer tun wir teilweise Tischfußball spielen oder sitzen dann noch draußen, lesen was, was auch immer. Ich arbeite immer Mittwoch und Donnerstag in der Töpferei am Vormittag. Heti két nap délelőttönként a fazakas műhelyben dolgoztam. Ez egy másfajta kreatív foglalkozás volt, amiben örömömet leltem. A gyerekekkel is sok kreatív foglalkozást végzünk, sokat rajzolunk, festünk. A gyerekektől is sokat tanultam, felfedeztem a gyereket önmagamban, és ez nagyon jó. A gyerekekben nagyon erős életöröm van, mindenik különböző, erős karakterű. Velük soha nem volt unalmas együtt lenni. A gyerekek többsége roma családból származik. Olyan családokból származnak, ahol 15-en laknak egy fedél alatt. Nem ehhez voltam én hozzászokva. Családokat is látogattam, nagyon megható volt az a nyitottság, szeretet, amivel fogadtak. Mindig behívtak, mindenüket felajánlották, nagyon vendégszeretőek. A legszebb az, amikor az oktatási központba jövök, és a gyerekek örömmel előmbe rohannak és szeretettel átölelnek. Ez mindig megerősít abban, hogy jó az, amit teszek. Nagyon fontos számukra a törődés. Itt megoldják a házi feladatokat, segítséget kapnak, mert otthon senki nem segítene nekik. Úgy gondolom, hogy ez nagy segítség számukra. Was sie auch wieder anstrengen lässt, irgendwie vielleicht im Kopf ein bisschen, und ich glaube, das ist sehr wichtig für sie. Wir sind hier angekommen, davor waren wir 3 Tage in Sibiu, haben auch schon ein bisschen rumänische Kultur kennengelernt. Ideérkezésünket követően 3 napot Nagyszebenbe töltöttem. Egy kicsit szocializálódtunk a romániai kultúrával. Ezt követően Holzmainba mentünk, ahol megismerhettük a falut, családokat látogattunk meg, hogy lássuk, miként élnek. És az oktatási központban mutatták be azt a tevékenységet, amit a gyerekekkel végeznek. Ezt követően Lilittel a Nochlichti oktatási központba dolgoztam tovább, ami egy kisebb központ, de éppen ezért könnyebben, közelebb kerültem a gyerekekhez, és bensőségesebbé vált a kapcsolat. Nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem a gyerekekkel való foglalkozásból. Sokat focizom velük, de festünk, pázelezünk, hintázunk, bujócskázunk. Bilder ausmalen, schaukeln auch ganz gerne. A gyerekek között végzett szolgálat sok újat hozott az önkéntesek életébe. Olyan értékeket, amelyeket máshol nem kaptak volna meg soha. Das Wichtigste, was ich gelernt habe, ich glaube, das Wichtigste für mich ist die Offenheit. A legfontosabb, amit itt megtanultam, az a nyitottság. Számomra ismeretlen volt az a nyitottság, amit itt megismerhettem. Amint meglátnak a gyerekek, rohannak felém, nyakamba ugranak, megölelnek. Ezt otthon nem tapasztaltam. Az otthoniak zárkózottabbak. Remélem, hogy ezen a területen én is fejlődtem. Megtanultam nyitottabbá válni az emberek felé. Azt hiszem, az utóbbi években nagyon zárkózott voltam. Nem mutattam nyitottságot az idegenek, az új emberek iránt. Több időre volt szükségem, hogy egy kicsit nyitni tudjak. Ez egy pozitív fejlődést hozott. Ellestem a gyerekektől, hogy kell ezt csinálni. Und das ist, glaube ich, hat sich zum Positiven entwickelt. Also ich glaube, ich habe da was von den Kindern mir abgeschaut. Ich habe auf jeden Fall sehr viele Erfahrungen gesammelt und auch eine neue Kultur kennengelernt. Nagyon jó tapasztalatokat szerezhettem itt. Azt tanultam meg, hogy annak ellenére, hogy az itt egy gyermekeknek az életkörülményei sokkal szegényesebbek, mint egy németországi gyereknek, mégis sokkal boldogabbaknak láttam őket. Azt tanulhattam meg, hogy ahhoz, hogy boldog és kedves légy, nem anyagiakra van szükséged, hanem sokkal inkább arra, hogy hálás tudj lenni mindezért, amit van. Egy fiatal számára fontosak ezek az élmények. A személyiség fejlődéshez hozzátartozik, hogy megfelelő emberekkel, a megfelelő élményekkel találkozzon. Számomra egy jó élmény volt az itt létem.
das Richtige erlebt und keine schlechten Erlebnisse macht, sondern guten Einfluss hat und damit was Gutes aus einem herauskommt. Wie gesagt, ich bin viel dankbarer nochmal geworden. Also ich war schon Amint mondtam, megtanultam ismét hálásnak lennem mindenért. Ez a tapasztalat megtanított értékelni mindazt, amit eddig kaptam. Sokat változott a személyiségem ez alatt az időszak alatt. Felnőttebb, gazdagabb, öntudatosabb lettem, tehát sokat nyertem az önkéntességből. Szomorú leszek, amikor haza kell mennem. Összenőttem ezekkel a gyerekekkel, sokat tanultam tőlük. Az itteni tapasztalataimból magammal viszem azt, amit megismertem Romániából. Korábban semmit nem tudtam erről az országról, habár Európa része, de csak a zászlaját ismertem. Most egy kis betekintést kaptam nem csak a városi, hanem a falusi közösségek életébe is. Ami mindennél értékesebb, a gyerekekkel való szép élményemet viszem magammal. Mindenképpen megosztom az otthoniakkal a tapasztalataimat, a lovas szekerek látványát. Mi csak autókat látunk otthon, még a falvakban is. Aztán azt, hogy itt egyáltalán nem természetes az, hogy a lakásokban folyóvíz van. Az, hogy nem oda mennek az emberek bevásárolni, ahol szeretnének. Az, hogy itt nincs minden gyermeknek mobiltelefonja. Itt nem ismerik azt a luxust, amit mi ismerünk, amiben mi beleszülettünk. Ami nagyon tetszett az itteni környezetben, az a nyugalom. Münchenből jövök, ami egy hatalmas város, nagy nyüzsgéssel. Ahhoz képest itt minden csendes, békés. Lehet hallani, ahogy a bárányok bégetnek, vagy ahogy a kutyák ugatnak, vagy a madarak csiripelnek. Ez egy nagy érték, amire itt rátaláltam. Das gehört dazu und ich finde es einfach so eine schöne Stille und Ruhe hier. Ja, das auf jeden Fall. A fiatal önkéntesek számára egy életre szóló tapasztalatot, élményt jelent az itt eltöltött időszak. Nem csak ők adtak át valamit az itteni gyermekeknek, családjaiknak, hanem ők is gazdagabban térhetnek majd haza. Für mich persönlich war das, also ist das Volontariat eine ganz Számomra az önkéntesség nagy segítség volt a személyiségem fejlődésében. Biztos vagyok abban, hogy ez senkinek sem árt, sőt, mindenkinek hasznára válik. Jó döntés volt az érettségi után egy évre megszakítani a tanulmányokat, mert sok fontos tapasztalatot szerezhettem, ami hozzájárult a fejlődésemhez. Sok fiatalt ismerek, akik hasonlóan tesznek, érettségi után elmennek a Vöröskereszthez vagy valamilyen más szervezethez önkénteskedni, és csak utána kezdik el az egyetemi tanulmányaikat. Eine sehr gute Idee, dazwischen irgendwas anderes zu machen. Und ich kenne ganz viele, die das nicht gemacht haben und das jetzt im Nachhinein eigentlich bereuen, dass sie irgendwie direkt zum Studieren angefangen haben. 100%-osan fontosnak tartom, hogy fiatalok megismerkedjenek a szociális munkával, önkéntességet vállaljanak, mert ez meghatározó lesz a további életükben. Minden fiatalnak ajánlani tudom az önkéntességet. Olyan dolgokat tanulhat, élhet meg, amit otthon biztos, hogy nem. És ezáltal gazdagabbá, érettebbé válik. A továbbiakban is részt szeretnék venni hasonló szociális projektekben, és úgy gondolom, hogy ez már életem végéig hozzám fog tartozni. Ich finde, jeder Jugendliche sollte mal so ein Volontariat machen oder minden fiatal számára ajánlani tudom az önkéntes munkát. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a saját életed buborékából kiszabadulva olyan tapasztalatokban legyen részed, amelyekhez máshol nem tudnál hozzájutni. Ha csak otthon maradsz, soha nem lesz alkalmad másokat megismerni, másoknak segíteni, másokkal tapasztalatot cserélni. Ezért mindenképpen mindenkinek javaslom az önkéntességnek ezt a formáját. Kedves nézőink! Arra buzdítjuk önöket, hogy bátorítsák a családjukban levő fiatalokat, hogy vegyenek részt hasonló önkéntes munkákban. Jó tapasztalat lesz ez számukra. Megtanulnak hálásabbak lenni, jobban értékelni a lehetőségeiket, és ami mindennél fontosabb, tenni tudnak azért, hogy általuk jobbá váljon a világ.
Az Úristen legyen őriző pásztorunk a következő hét minden napján. Kövessék műsorunkat a Hitélet Facebook oldalán és az Erdélyi Magyar Televízió YouTube csatornáján.